Köszönöm, megmondom őszintén, mindig egy kicsit azért, hogy a műsor közepe fele összeszoktunk már hangolódni így a közönséget, hát ez itt már a legelején megtörtént, csodálatos, köszönöm szépen, nagy élmény. Nem tudom, egyetértetek-e azzal, maradhatunk a tegeződésnél? Igen. Egyetértetek-e azzal, hogy a kocsma a világ legjobb helye? Igen. Hát akkor meghívom mindenkit a kocsmába. Yeah.
köszönjük. Krista is nem akartott valami köszönni. De mindenki volt már szerelmes. Aki nem volt, az majd lesz. Vagy most én beállom. Ezeknek a szerelmeseknek szól a következő dal. Álom a szemedre, gondolsz-e majd rám?
Nagyon szépen köszönöm! Mikor írtam a legfrissebb lemezemet, eszembe jutott, hogy egyszer meg kell halnunk. Ugye? Írtam rá egy végrendeletet, hallgassátok meg! Nagyon szépen köszönöm! Egy olyan dallal szeretném folytatni, mely a szívem csücske. Ennek a dalnak köszönhetem a Dárgyó révén az első sikereimet. Jó hangosan énekeljük együtt! Csillogó szemek, csábító nézek rá.
Köszönöm, hát elkápráztattatok, meg sem merek szólalni már. Hú, fantasztikus érni jobb bennetek hallani. Az az igazság, hogy amit mondtál, hogy kettőt szeretni. Jó dolog! Hallottál, egy jó dolog. Az a baj, nekem ez nem jutott eszembe, amikor írtam ezt a nótát, mert ez egy nagyon jó bemondás megvédni. Kedvetek vonatkozni? Mi elvisz, nem jön, hogy vissza, sorsan,
Szépen köszönöm. Boldogok vagytok? Nagyon érdek, de mindenki egy kis boldogság. Szépen köszönöm, már kívánom, hogy legyetek nagyon boldogok, és minden álmatok váljon valóra. Hol juthat az ember a leghamarabb a boldogsághoz? Lássuk az ágyokat! Kérdésre, na mondjad! Na hol? Moszkvában.
Hol? Na itt egy úr, tudja. Kocsmába. A kocsmába, igazabban. Igazabban. Nálatok van egy történetem elének lenni. Köszönjük. Hát ugye megegyeztünk már ott az elején, hogy a kocsma a világ legjobb helye. Egy nagy baj van vele, hogy fogy benne a pénz. Ez a nagy baj vele. Mindenhol fogy, de ott kimondottan fogy. Nem, előbb elmegyünk a lottózóba, hát ha sikerül. Meghívott mindenki, tartsak ott valami.
Nagyon szépen köszönöm. Hát kívánom, aki lottózik, hogy üsse meg azt a főnyerményt, ne úgy járjon még én, mert én eddig még nem, sajnos nem sikerült. Amikor írtam ezt a dalt, mondom, jó Isten, majd meghallgatja, aztán valami lesz. Meghallgatni biztos. Meghallgatta, de még nem történt semmi. Úgyhogy el kellett, hogy menjek. Hova? A polgármesteri hivatalban. Hát tartsatok velem! Nagyon szépen köszönöm, hát kívánom, hogy ilyen ügyben meg ne menjetek a polgármesteri hivatalba. Egy átmulatott éjszaka élményeit sűrítettem össze a legfrissebb lemezem címadó dalába. Hallgassátok meg! Kicsit elvévettem, kirúgtam a hátból, átszűrt
szépen köszönöm. Hát el kell válnunk, és nagyon sajnálom. Egy olyan dallal szeretnék elköszönni. Egy roma barátom adta az ötletet ennek a nótának a megírásához. Azt mondja, írja meg a házasság a történetét. Hát megírtam. Hallgassátok meg. Köszönöm Istvánnak a meghívást, köszönöm nektek, hogy megtiszteltétek műsoromat, köszönöm a tapsot, a barátságot, további jó szórakozást kívánok. Zenész kollégám, ne haragszik rá. Ez a legszebb dolog, ez a vissza és ez a taps. Hadd háláljon meg egy dallal, megengedjétek, van még egy kis időtök. Megkérdem, mindenhol meg szoktam kérdezni, hogy Borbás sem maradhat ki. Mulassunk, vagy szerelmeskedjünk. Mind a kettő. Ugye milyen nehéz dönteni, amelyik legyen? Mind a kettő jó dolog. Elmondom, hogy máshol hogy szoktak dönteni. És hogy most mulatunk egyet, ha hazamentek, akkor meg szerelmeskedtek egyet. Hát akkor ma este, mulassunk! Meglátnád, hogy mulatom én. Ma este mulatom, jaj, de derül, táncolgatod,
akinek szabad a keze, csapja össze! Hajrá, Kecskeméten! Borbáson, micsoda buli van! De visszállt a cigányok, visszálltok a nótám, majd meglátjátok, hogy mulatok én. Visszállt a cigányok, visszálltok a nótám, a táncolok az impot közepén. Meglátjátok, hogy mulatok én. Mert eladom a bánatom egyból érintén. Megveszem a legszebb. Te mulatok, jaj, de berúgom. Meglátjátok, hogy mulatok én. Hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kívánok nektek minden szépet és jót a viszontlátásra. Sziasztok! Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő. Hát ezt is meg kell hálálnom, ugye? Hát van, tudjátok mit? Ott hogy kéne folytatni, ahol abba hagytuk, nem? Hát akkor ígyük le magunk a sárga földre. Az éjjel lejszom magam,
csináltok? Vissza! Vissza! Nincs több nyolc állni. Nagyon szépen köszönöm. Amiért most végképpen elbocsúzzék, engedjétek meg, hadd mutassam be ezt a két hölgyet, akik itt a színpadként emelték. Evelyn és Veronika. Köszönöm zenész kollégámnak a hangtechnikát, Istvánnak még egyszer azt, hogy lehetőségem lett, hogy eljöjjek egy ilyen csodálatos közönség elé, és bemutatassam a dalaimat. És hoztam pár hamis CD-t, 1000 forintért tudom odaadni, megfelelően nektek? Hát akkor a szeretettel várnak az emberek a műsor után. Még egyszer köszönöm mindent, sziasztok! Köszönöm, hogy megnéztétek!